Indulhatsz. Szóval? Úgyis új hang lesz. Na jó, mondjak. Kértem tévépaprikát Magyarországról. Kaptam tévépaprikát, kaptam nem tudom mit, feketedik, meg van fekete-zöld paprikám. Mindát veszünk mind a háromból, mert most leütjük a Bayern tanyerekből. Levágok egy paprikát, amit már rég le akartam. Na, nem is van egyszerű. Ne haragudj. Wow, oda nézzük, én termesztettem. Levágjuk ezt a kis hegyeset, lehet, hogy méregerős. Ne haragudj, paprika. Isz. Ó, gyors halál. És jövünk egy nagyon különleges, fekete-zöld paprikát levágunk, ami szintén csodálatos és tévépaprikaként kaptam. Ez itt szép nagy, ezt levágjuk. Ezt nem tudjuk, mi lesz ebből, de lenyisszantottunk. Lehet, hogy éretlen, de nem tudom, megkóstoljuk. Na, gyere velem, kóstolunk! Teljesen bio paprikák, mind különbözik egy kicsikét, de most ketté vágjuk. Nézzük, mi van belül. Recept só. Fogunk egy kést, és ketté vágjuk. Már a hangja is más. Oly, de csodálatos! Illata jó? Hú, de jó! Tényleg finom. Te, szagold meg! Tiéd, a boltban nem kaptunk. Jó az illata. Ennek levágjuk ezt a furcsát. Lehet, hogy ez mérgező, mint a hófehérke zöld almája. Nem annak piros volt. Wow! Ennek már olyan fű illata van. Ó, az jó lesz. Füvezünk egy kicsit. Apám, és nézzük ezt a hosszú hegyeset. Mi lesz ebből? Na, nézzük. Hű, ennek olyan, mintha ereje is lenne. Mind a háromnak különböző élete van, most benedugom a nyelvemet. Hú, csíp, mint a rossebb. Ez erős, Margit néni, ez itten erős, hegyes. Becsapták Margit nénit. Hű! Ez jó. Különben tényleg isten illata van. És hol a vajas kenyér? Jaj, a vajas kenyérem. Finom.